Elszenesedett falak, az udvaron kiégett háztartási eszközök. És így néz ki a Döblöközön élő Banis család konyhája. A családfő azt mondja, mire észrevették, hogy ég a ház, már tehetetlenek voltak. Én is a három gyerekemben voltunk a szobába, és azt vettük észre, hogy a villany elmegy. És kinéztem a konyhába, és égett minden. És kihívtam a tűzoltókat, és akkor ők kivonultak. Az első vizsgálatok szerint egy zárlatos vezeték sziklája gyújtotta fel a tűzhelyen lévő olajat, ez okozta a tragédiát. A család idősebbik gyereke ételt készített, és az otthagyott olaj kapott lángra egy zárlatos elektromos vezeték szikrájától. A település lakossága azonnal a bajba jutott család segítségére sietett. Amikor meghallottuk ezt a szörnyű tragédiát, az önkormányzat azonnal segítségre fordult, segítségükre fordult. Polgármesteri hatáskörben 100 000 forint azonnali támogatást utaltunk ki a család számlaszámára. Aztán még további segítséget fog tudni adni az önkormányzat. Képviselőtestületi ülésünk lesz szerdán, ahol döntenek arról, hogy milyen összegben és milyen támogatással tudjunk segíteni a családon. És azt is el tudom már mondani, hogy összefogtak a szülők is, ugye itt négy kiskorú gyermekről van szó, óvodában, iskolában a szülők segítettek abban, hogy Facebookon, mindenféle fórumon hirdetik magát ezt a szörnyű esetet. Számlaszámot a családnak az engedélyével kiírtuk a Facebookra, ott is már érkeznek az adományok, úgyhogy ezúton is nagyon köszönjük. Amit még ugye vidékről is tudunk már, hogy az elszenesedett holmiknak, bútoroknak az elszállításában pedig egy vállalkozó ingyen biztosítja a konténert számukra. Az eset óta folyamatosan jönnek a felajánlások. Van, aki konyhabútort, van, aki készpénzt, és van, aki a munkáját ajánlotta fel a károk elhárítása érdekében. A ház teljes elektromos rendszerét is újra kell majd építeni. További anyagi segítséget a Döblöközi Polgármesteri Hivatal Facebook oldalán közzétett számlaszámon várja a 6 gyermeket nevelő család.